Kezdjük, csapjunk bele, már bocs, hogy így. Kicsit hirtelen jött ez a felvétel, mert nem voltam biztos benne, hogy visszaérek a mai napra, de bár az autópálya kezelő mindent megtett azért, hogy hátrátassa a hazaérkezésemet, mégiscsak sikerült estére befutni. Remélem, neked nem ennyire lesz borzasztó az utad jövő héten. A Google az végig utazott időt azt 23 óra 58 percre tervezi, a teljes utazásra, plusz a megállók. De te tudsz egy rövidebb utat? Ja, igen, a kiserdőn keresztül, igen. Légvonalba 23 óra, de tudok egy, egy rövidebb utat a kiserdőn keresztül. Viszont az, hogy nem találtunk normális kutyabarát szállást, úgyhogy hát, ha megállunk aludni, akkor ez egy kamion parkolóba lesz. Ó. Oh. Tehát akkor ez lesz, úgyhogy érdekes és izgalmas utazás elé nézek. Most jelen pillanatban 218.888 km van az autóba, tehát ez azt jelenti, hogy valahol az utazás közben lesz a 222.222 222 km, úgyhogy azt is megpróbáljuk lefotózni. Megálltok az autópálya közepén lefotózni, akkor Igen. Így? <laughs> Így, simán. Nem, hát ez menet közben fotózni. Ne, ne tett én. ki a vészjelzőt, mert, mert még véletlen megzavarod az arra haladókat. Igen, megfogyasztja az áramot, nem gondolok. Igen, igen. Úgyhogy hát lassan indulok én is, a komp felé, és akkor jövő hétvégétől már Magyarországon leszek. Tehát a következő felvétel az, az a Magyarországról történik mind a kettőnknek, ha csak nem utazol el külföldre. Nem valószínű, nem valószínű. Most uh, külföldi utakat megnehezítette a légi közlekedés beragadása egy időre, de csapjunk is bele szerintem. Mm -hmm. Üdvözlői kedves hallgatóinkat, az Ártoztály Podcast 207. adásában 2024. július 27-éről a mikrofonnál Isti ne, ne, ne. és Charles Stadler késői értesítés miatt Benedikt ismét nem csatlakozott hozzánk, majd remélhetőleg a következőhöz be tudjuk csábítani őt is, kivéve, hogyha valami történik vele, mint például megáll a számítógépe, amiről fogunk beszélni a mai napon megemlítjük a saját farkába harapó bitcoint, némi űrhírrel és autós fejlesztésekkel is érkezünk, valamint hát az AI-t nem tudjuk elkerülni ebben az adásban sem. Jó! Uh, titeket érintett ez a leállás most a CrowdStrike miatt? Voltak bizonyos számítógépek, amik nálunk sem indultak el, tehát a, a legtöbb PC nem volt CrowdStrike, viszont az egyik kollega, akit érintett ez a dolog, ő felhívta az ügyfélszolgálatot pánikban, és hát valószínűleg az operátor nem az első hívását kaphatta ilyen pánikuló emberektől, és Hát ugye a kollega nagyon, nagyon panaszkodott arra, hogy a, az ügyfélszolgálatos nem kedves hangnemben és eléggé arrogáns módon utasítgatta meg, meg, meg próbálta segíteni neki megoldani a problémáját. Ráadásul ugye ez a kollega ez a, 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 fejlesztésen dolgozik, tehát a senior programozó volt a srác, és hát nagyon panaszkodott, hogy a CrowdStrike ügyfélszolgálata elég lekezelően és eléggé minősíthetetlen hangnemben beszélt velük, attól függetlenül, hogy ugye az egész az ő hibájuk volt. Meg gondolom, azzal kezdték, hány gépetek érintett? 25! Hagyjál Lehet, lehet. Ugye... Fágyam. Kicsinyes kis hülyeségekkel. Mégis mi történt? Egy picit részletezzük azoknak, akik egy kis kő alatt élnek. Július 19-én pénteken egy hatalmas Microsoft kimaradás Kezdődött el, és gyűrűzött körbe a világon, mindenhol, ahol a CrowdStrike hát, ö, biztonsági megoldásait alkalmazták. Mm. Ez a CrowdStrike egy olyan szolgáltatás, amely előre próbál biztonsági hibákra reagálni, tehát hamarabb, mint a, a Microsoft tenné azt, és jó gyorsan kiad rá frissítéseket, elkerüléseket, hasonlókat. Emiatt Emi meg az ára miatt sokan használták a Microsoft szolgáltatásai, vagy esetleg a Kaspersky szolgáltatásai helyett, amit ugye az amerikaiak már nem is használhatnak, hiszen betiltották náluk. Mm. Így gyakorlatilag azok a gépek, ahol ezek a frissítések kimentek, azok egyik pillanatra a másikra kék halál állapotba. Igen, újraindítás után egy, egy örökös kék halálba került. Nem kellett újraindítás. On okay. the file bejött a frissítés, igen. és akkor lehalt. Mm -hmm. És onnantól nem tudtad újraindítani, és szinte semmi nem oldotta meg, egészen addig, amíg rá nem jöttek, hogy pontosan melyik állomány okozta a hibát, és megmondták, hogy hogyan lehet bemenni a Recovery menübe, ahonnan le lehet törölni ezt az Azt adott az egy file, darab fájt, és akkor ha, ha minden jól megy, akkor újraindul újra a gép. Egyébként volt egy másik megoldás rá. Próbáltad újraindítani? Próbáltad újraindítani? Have you tried turning it off and on again? És még 15-ször. Elvileg a 15. újraindításra valamilyen recovery módba kapcsolt a Windows, ami megszüntette ezt a problémát. Mm, az jó. De ezt, e -ezt nem kevesen várták ki. Ez egyébként nem az első dolog volt, amit a CrowdStrike így benézett, mm -hmm. ugyanis ők nem csak Windowsra, hanem Linuxra is adnak ilyen szolgáltatást, és ha jól emlékszem, áprilisban, idén áprilisban volt egy kisebb Linuxos haddelhad, ami miatt pár gép azért megállt, de ott szerencsére nem ennyire elterjedt a szolgáltató. Hát igen, itt az a baj, hogy az egész, tehát hogy itt derült ki, hogy mennyien használják CrowdStrike-ot, tehát hogy 8,5 millió Windows-os PC-t és szervert érintett ez a dolog. 8,5 millió annyira egy szereplős gyakorlatilag ez a, ez a piac így, ebből a szempontból. Vagy nem használnak semmit, vagy gyakorlatilag a CrowdStrike-ot használják. Nagyon durva, hogy nem tudom, lát, fog, láttad a részvény ingadozását? Hát nevezhetjük ingadozásnak, a, a, amikor bezuhant. Amik bezuhant, igen. De Bezument, visszament, tehát ahogy igaz, nap visszament ugyanoda. Igen, sajnos előfordul az ilyen, mondják azóta, hogy majd beépít ilyen-olyan védelmi rendszereket, nem engedik majd azt, ugyanúgy, mint egyébként az Apple esetén, hogy ilyen mélyen belepiszkálhassanak a kernelbe a harmadik féltől származó programok. Csak hát ugye pont az a lényege, hogy ez egyrészt nagyon-nagyon gyorsan kell, hogy kitoljon egy-egy frissítést, tehát az, hogy például lépcsőzetesen toljanak ki egy frissítést, hogy, hogy le tudják ellenőrizni egy kontrollcsoporton, hogy jól működik-e, és utána kitolják világszerte, az azt jelenti, hogy egészen addig, amíg ki nem megy ez a frissítés, addig védetlen marad az összes többi gép. Elnézést kérek, a, visszanéztem a CrowdStrike-ot. A beesés előtt 311 dolláron volt, beesett 268-ra, aztán rögtön visszament 286-ra, de úgy látom, hogy azóta is folyamatosan csökken, most is 237-en, tehát azóta folyamatosan csökken a részvénye, tehát butaságot beszéltem, folyamatosan zuhan, 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 zuhan esik a részvényre. Zuhan okkal sokan elpártoltak tőle, hiszen semmi nem biztosítja, és ők se tudtak biztosítékot adni arra, hogy ilyen a jövőben nem történik meg, még dolgoznak a megoldáson, de hát mondom, minden ilyen megoldás az plusz emberi közreműködést, plusz késletetést okoz a szolgáltatás frissítéseinek a kigörgetésében, ami pedig az a legfőbb értékesítési eszközük, hogy mennyivel gyorsabbak a Microsoftnál. Mindenki használjon valami olyan megoldást, ami, ami jó neki. Szerintem előtt túl sokat nem tudunk beszélni. Igazából itt csak az, az a nagy, nagy dolog, hogy mielőtt a botrány történt volna, én megmondom őszintén, hogy nem is nagyon hallottam a CrowdStrike-ról. Egy olyan cég, aminek nem hallottam a nevét, és ekkora impaktja van a biztonságtechnikában és mindenütt, engem lenyűgöz, vagy, vagy, inkább megrémít, hogy... Nem olyan nagy egyébként. 8,5 millió számítógép az nagyon sok eszköz, de nem olyan eszementen nagy százaléka a létezőeknek. Hát, ha jól tudom, közel 700 millió windows eszköz van aktív. Mm -hmm. De látványos volt, mert azok a cégek, akik úgy döntöttek, hogy a CrowdStrike szolgáltatását használják, elég nagyok ahhoz, hogy észrevehetőek legyenek, légitársaságok, repülőterek, a segélyhívó központ és nem jellemző náluk az, hogy lenne alternatíva a Microsoftra. Tehát monokulturálisak az abban a pillanatban, hogy egy ilyen Microsoft jellegű, vagy operációs rendszer jellegű probléma megüti őket, nem tudnak mit kezdeni. Nem csak a desktopokról van szó, hanem a szervereikről is. A jegyfoglaló rendszerek, telefonközpontrendszer, ami futott a 9.11, ezeknek nincsen más alternatívája, nem tudnak máshogy menni tovább. Mm. Ezek akkor megállnak teljesen. És ez történhet egy rendes Microsoft telepítő eredményeként, azzal a különbséggel, hogy azok általában olyan központi IT által elkészített imidzsekre támaszkodnak, amit legalább egyszer tesztelnek. Ez viszont mm. teszt nélkül megy ki. Hát ezt azért csak, csak, teszteli valahogy. nem mindegy. Hát úgy, úgy tesz nélkül, hogy a maga a cég, aki ezt alkalmazza, azt nem teszteli. Ah. A CrowdStrike teszteli egyedül, kiküldi a frissítést, de ugyanez bármikor előfordulhatott volna egy Microsoft Win, uh, mi ez hát, hányszor, hányszor, fordult elő az, hogy ne telepítsétek meg, kiderült, hogy van benne biztonságírés, vagy, vagy brickelhet bizonyos eszközöket, vagy valamilyen dolog, dolog történhet. Ami ebben nagyon tetszett, az az, hogy a CrowdStrike ezek után a partnereinek kártérítésképpen felajánlott egy, ez megvan? Nem, 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 nem. Egy 10 dolláros <gül> kupont. <laughs> hogy hát meghosszabbíthatja a hízét. <laughs> Tehát egy 10 dolláros voucher az Uber amelyet lehívhattak azok, akik károsultak voltak, és Amiben nagyon vicces volt, hogy amikor a TechCrunch szerkesztői megpróbálták ezt beváltani, kiderült, hogy az ajándékutalvány az már visszavonásra került, mert az Uber Eats a túl sok érintett miatt úgy gondolta, hogy ez egy, ez egy mm -hmm. ja, De hát, hát, hát akkor kaptak egy, egy nem beváltható 10 dolláros utalványt. Tök jó. Igen. Ennyi. Ez, ez, ez így a tökéletesen megfelelő kezelése a helyzetnek, hiszen mi más probléma történhetett volna abból, hogy leáll néhány légitársaság? Ez olyan, mintha meg, megveszem a legújabb Diablo 4-es season paszt, és van benne egy vo, Vovos pet. Uh -huh. Ha megveszed a Diablo 4-et, amivel játszani akarsz, és mondjuk ne, soha nem telepítetted még a Vovot, akkor felrakhatod azt is, és lesz benne egy új peted. Urá! Köszönjük ezt az árukapcsát. Képzeld el, amikor mondjuk ezt egy, egy magyar érintetnek így elküldik. Mit csinál az Uber Eats utalványa? Az azt sem tudom, mi az az Uber Eats. Hát igen. <laughs> Ez az Uber kajaházhoz szállítási. Ja, az Uber Eats. Aha. Hát Magyarországon lesz mosti Uber, nem? Próbálkoznak valamit megint, igen, hogy nem, ta nem számít taxinak, és akkor ezért... Még szerintem az, az nagyon nyitva van. Jó, szerintem me menjünk tovább a von Neumann próbok irányába. Von Neumann prób. Uh -huh. Hát ezt tudod micsoda? Neumann Jánosnak, akit Werner von Braunnak a neve miatt, Gemkapocs hadművelet során, ugye a német rakétatudósokat átvitték az amerikaiak a II. világháború végé után, és mint amerikai állampolgár tervezték a nasa a rakétákat, ilyen volt például von Braun is, és ez nagyon piszkálta Naiman Jánosnak a csőrét, és ő elkezdte magát von Naimannak hivatni. És Naiman Jánosnak, a híres von Naimannak volt ez az új ötlete, hogy olyan műholdakat kéne gyártani, amiket, hogyha elküldesz valahova a másik csillagrendszerbe, amikor odaér, akkor legyártja saját másolatait, és azt szétküldi csillagrendszerekbe, amik mindegyik legyártja a saját másolatait, és akkor azt tovább küldi még több csillagrendszerbe, és akkor így gyakorlatilag felderíti a teljes galaxist úgy, hogy nekünk csak egy párat kell elküldeni. Tehát ilyen négyötöt elküldünk, mm -hmm. ami mindegyik magából négyötöt csinál, és akkor pár ezer év alatt a teljes közel, közeli csillagrendszereket felderíti, és milyen jó ötlet ez. Tudom ajánlani a, a Bobby Verzumnak a, a könyveit, ez a legjobb példa erre, ez egy science fiction, sőt, erősen, erősen science-based, tehát science alapú, vagyis tudomány alapú könyvsorozat. Majd, hogy nem dokumentum könyv. Igen. Dokumentum a jövőből. Dokumentum a, a, a Dennis E. taylor a Bobby Verzum-sorozat, ez van magyarul is az első három rész, azt hiszem, az ötödik rész majd szeptemberben jelenik meg az Amazonon, az Audible kínálatában, amit én már elő is rendeltem. Ebben a könyvben is az van, hogy a, ezeket a műholdakat, amikor fellövik, azok 3D nyomtatnak mindenféle dolgokat, és akkor ezek a 3D nyomtatott dolgok, ezek további 3D nyomtatókat gyártanak le maguknak, amikből gyártanak ilyen próbokat. Ennél kevésbé ambiciózus megoldásnak tűnik az arizonai Rosotix, amely egy anyahajót küldene ki, amely anyahajó tartalmazna R2-es robotokat. Az jó. Asztroszereket? Igen, asztromekeket, amelyek képesek lennének autonóm módon kisebb elemeket nyomtatni, összeszerelni, és ebből különböző nagyobb szerkezeteket fölépíteni, majd az anyahajó segítségével ezt megfelelő pályára emelni, állítani. Nyilván ugye ezt a gyárat még a földről kéne ellátni üzemanyaggal és alumíniummal, tehát ez még nem alkalmas arra, hogy a környezetből szerezze be az, azokat az alapanyagokat, amikkel ő dolgozik, mint az autonóm robot flottánál. De ami nekem nagyon tetszett még ebben az ötletben, az az, hogy ők hideg hegesztés módszerével akarják ezeket a felépített szerkezeteket összeilleszteni. Hideg hegesztés megvan? Hát, hogy nem tudom, gondolom, a, a nem forrasztják, hanem olyan szintre lefagyasztják, hogy összedifondáljanak az anyagok. Hogy hát hogy? ugye a, a hegesztés és a forrasztás közötti alapkülönbség, hogy a forrasztásnál forrasztó anyaga rögzíted össze a két Fém. Anyagot, és mind a kettőbe bedifundál, és akkor a, ez a, ezt tartja össze. A hát igen, hegeztésnél... effektív ragasztod, a hegesztésnél saját anyagát uh, olvasztod mm -hmm. össze, amely egy anyagként viselkedik a későbbiekben. Mm -hmm. A hideg hegesztés pedig egy olyan megoldás, amelyben egyébként, ha jól sejtem, ez csak alumíniummal működik, az anyagok összeillesztésénél összefornak az alumínium darabok. És ez a Földön teljesen elképzelhetetlen, ugyanakkor ez azért van így, mert az alumíniumon abban a pillanatban, ahogy oxidációt leszeded róla, a levegő hatására újra kialakul. Az oxidréteg, ami megakadályozza a, az összeheggedését másikkal, Viszont az űrben ilyen probléma nincsen, tehát ha szépen lepucolt alumínium darabokat összeilleszted, akkor azok összeragadnak. Összeheggednek, ez igaz. Hát ez a baj az alumínium hegesztéssel is, hogy az alumínium az valami 80 fokon olvad, vagy valami 90-en, vagy nem tudom, valamennyi, meg kéne nézni. Tehát így viszonylag alacsonyon, az alumínium oxid meg ez ilyen 1200 fokon. Igen, N 400 az, az alacsony. Jó, akkor 400 fokon, igaz. Igen, és ezért van ugye a, az elektródás, meg az argongázos hegesztés alumínium esetén, hogy, hogy a védőgáz segít az oxid, a miután Felolvasztottad az oxidréteget, megszüntetted a oxidréteget, akkor segít abban, hogy össze tudjon olvadni a két része. Na de hmm. mit szólsz hozzá? Is erkettesek kirajzanak az űrbe és alumínium csákókat hajtogatnak? Valószínűleg ennek kellene működnie. Ugye ezek a kis droidoknak is ki tudja, hogy mennyire kell intelligensnek lennie, mennyire kell jónak lennie, hogy ezután értelmes terméket kapjunk az űrben is de hát menni kell előre, és akkor majd valahogy kiderülnek. Ha nem sikerül, majd kitalálnak más megoldást, de, de ugye ezeket már kitalálta valaki, csak tökéletesíteni kell. Egyébként a, a cég az Halo nevű 3D nyomtatókat készített. Ajaj, azt is kaszálták a második évad után, <laughs> nehogy ez is úgy járjon. Ezeket használják egyébként más űrcégek arra, hogy a saját űreszközeiket földi körülmények között tudják nyomtatni. Ők ezt viszont eleve úgy fejlesztették ki, hogy 3D nyomtatóként tudjanak funkcionálni az űrben. Mm. Tehát igazából egy gyártósort találtak ki, de messze vagyunk tőle, mint ide az ISS. Egyébként az ISS méretű dolgokat is ki tudják nyomtatni, meg annál is nagyobbakat terveznek, mm. ami nem sokára ugye szükséges lesz, hiszen az ISS nyugdíjazzák izgalmas időket élünk. A SpaceX bejelentette, hogy mit is tartalmaz a, az a potom 843 millió dolláros szerződésük a NASA-val, ami az ISS deorbitálás, az hogy mondjuk? Hát a vissza nyugdíjazás a szé tervezett szétbontás keretein belül megsemmisítésére irányul, és, és kiderült, hogy igen, azért ez kevesebb, mint amit eddig gondoltunk, a szerződés ugyanis arról szól, hogy az USDV, ez az Egyesült Államok deorbitálási eszköze, az gyakorlatilag az állomáshoz csatlakozó modul lesz, amely a jelenlegi Dragon 2-eshez hasonló, csak az eddigi Dragon 2-esben használt 18 kis motor helyett 46 thruster lesz felszerelve rá, hogy meg tudja az egész állomást mozdítani, ne csak mm -hmm. önmagát. A cél ezzel az, hogy nem hasznos terhet fog fölszállítani az ISS-re, hanem egy minimális legénységet, valamint a, az üzemanyagot és ezeket a rakétákat, ami segítségével belökik majd az óceán megfelelő részébe egy potom 2000 km hosszú sávot megcélozva a teljes ISS-t. Mivel olyan autónagyságú darabok valószínűleg az ISS-ből fennmaradnak, nem fognak elégni a légkörben, és hmm. azt a célzónába szeretnék elhelyezni. Ugye itt ezzel az a probléma, hogy ha gyorsítasz egy bármilyen űreszközt, akkor az távolodni fog a földtől. Tehát neked ezt vissza kell lassítanod oda, hogy ugye beleessen a megfelelő visszatérési pályára és ugye ezt pont jókor kell megtenned, pont jó sebességgel, szóval ezt nem tudom, és ezt lehet, hogy ilyen, és, és irányban, igen, igen. igen, és és tartanat kell ezt a lassulást, hogy néha esetleg még gyorsítani is, miközben ugye te, zuhan befelé, az, az alatt még lehet, hogy egy kicsit gyorsítani is kell, hogy mondjuk ne a Kaliforniát találját telibe, vagy, vagy éppen a, a bármelyik partszakaszt. Ez, ugye ez volt ez a kínai űrmodullal, hogy mondták, hogy semmi baj, semmi baj, 75% eséllyel a csendes óceánba zuhan. Igen, mert a pályája 75% a csendes óceán felett húzott. A fel, fel, az <laughs> random. Igen. Egyébként viszonylag, viszonylag jól számítható, hogy mi lesz a visszatérési pontja még akár az űrállomás méretű eszköznek is, és azt jól lehet kontrollálni ennyi üzemanyaggal, meg hajtóerővel. Uh -huh. Inkább az a amitől tartok, hogy mindezt távirányítással fogják megcsinálni egy hát SpaceX, tehát Elon Musk hatáskörében tartozó eszközzel, ami azért az utóbbi időben hajlamos volt nem annyira jól működni. De hát figyelj, akkor mi felküldeni rá ezt, hát hogy Jeff Bezos, mit tudom, Putyint, meg Trumpot, hogy ők hozzák le ők? Hát ha nem is az, de ott még van például a Boeing, ég... már, a Boeing már fönt van. Hát igen, mondjuk a mind possibly Vigyünk még egy kis, héliumot uh, nekik, aztán feltankoljuk, és hurrá. Amit még érdemes megemlíteni, hogy ez a szerződés ugye kizárólag az USDV-re vonatkozik, és a hordozó rakéta az még nincs meg. Ugyanis a Dragon 2-es missziókhoz használt hordozó rakéta az alkalmatlan arra, hogy Fölvigye ezt az eszközt, mert ez lényegesen nagyobb. Tehát még azt ki kell találni, hogy mivel fogják fölvinni. Egy spaceship-tel. A Falcon 9 es jelenleg nem tudják fölvinni, a spaceship meg nincs kész. <laughs> no. De nem baj, mert majd az indulás előtt három évvel fogják megvásárolni a hozzátartozó rakétát, úgyhogy van még idejük. Mm -hmm. Tehát addigra akár, akár a Blue Origin is fölszállhat addigra erre a vonatra. Leo, aha. Low Orbi Earth Orbit. Egyébként sokan köztük én is nagy, ö, a nagy hozzáértésemmel, ö, nagy támogatói vagyunk annak, hogy ne lefele, hanem fölfele vigyék. Úgy is ott van benne a mm hélium. Amivel ugye később újra felhasználhatóvá mm -hmm. válhatna az Hát, hogyha az elég köz. gyorsan lövik ki, akkor vagy elég gyorsan viszik, akkor úgyis belezuhan a napba, és akkor azzal még kevesebb probléma van. Az biztos nem esik senki fejére. Vagy a holdba. Érzed, tehát pontok fesznek a kínálja. Uh -huh. Na, látod? addig a, 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 valamilyen z Lagrange. Na, addig igen. És akkor onnan már a hold fele És akkor lesz nem föld orbiter lesz, hanem hold orbiter. Aztán hold impakter. És akkor a nemzetközi hold, hold űrállomás lesz? Uh -huh. Attól félek, hogy még véletlen célpontként értékelnék a kínaiak. Miért tennének ilyet? Van -e erre valami törekvés? Nemrég volt a DART misszió, amit nagyra értékeltünk, meg azok a mási telepesek is, akiknek majd a fejükre fognak a darabok, a darabok zuhanni egy pár évszázad múlva hát Kína nem maradhat emellett a fejlődés mellett le, és kitalálták, hogy 2027 és 30 között az XF-261-es földközeli aszteroidára kilőnek. Nem fenyegető. Igen, mi jelenleg nem fenyegető aszteroidára kilőnek egy pálya kitérítő rakétát, illetve egy párat. Hiszen lesz egy, amelyik jó szokás szerint Belecsapódik a másik, az pedig kamerával figyeli. Igen, tudod, ez a... Vigytok, jó lesz. Aha, az mekkorát megy, csak milyen zenét vágnak alá. De ezt már senki nem álljon már. Az, hogy valami jelenleg nem fenyegeti a földet, és azt elkezdett piszkálni. Majd beleküldenek egy-két dartot is, na. Igen, <laughs> akkor most már készülhet a, a náza, hogy igen, most ezt az aszteroidát sikerült lelökni a pályájáról, de nem arra kellett volna. Ja, kérjük, hagyja el a peront. De ne arra. 31 millió mérfölddel szokta elkerülni a Földet, de ha minden jól megy, ebből lesz akár 21, vagy 10, vagy 9, 8, 7. Hát ilyen. Na hát, figyelj. Aztán hogy lehet, lehet, hogy a kínaiak sokkal jobban el tudják téríteni, és nem tudom. Megint nem, de hát nem hiszem, hogy van. ez ebből baj lenne. Hát kínaiaknak az űrtechnikában mindig a civil lakosság védelme volt az első, mint tudjuk. Tehát biztos, hogy ők úgy csinálják, hogy ebből ne lehessen baj senkinek. Aztán már mi lesz a most, most mint szíróról elindulnak az emberek, ugye? 27 félbe, aztán félúton megszűnik, mert ezt itt a föld. Hát, hát mi fog a fejét? Az igaz, vigyenek fájdalomcsillapítót. Azt természetesen visznek magukkal, hát mi mást vinnének magukkal. Sokféle gyógyszer van egy, egy ilyen üreszközön. Ugyanakkor a gyógyszereknek van egy nagyon rossz szokásuk. Egy idő után nem hallott, mert hozzászoksz, és egyre gyakran bajzott elő. Vagy. Uh -huh. Most nem pont erre gondoltam, hanem az, hogy lejár a szavatosságuk, és az a baj, hogy a gyógyszernek nem úgy jár le a szavatossága, hogy, hogy, hirtelen azt mondod, hogy jó, lejárt a szavatossága, nem baj, beveszem, azt jó lesz, hanem ugye ezek lebomlanak, ezek a, a vegyületek, és mindenféle egyéb vegyületek kiállnak össze, és lehet, hogy nem, nem azt a hatást nem, nem hatnak, nem azt a hatást vált, váltják ki, amit szeretnél, vagy esetleg mérgezővé is válhatnak. Tehát emberek, ez egy felhívás, egy közérdekű közlemény, hogyha lejárt a gyógyszer, ne vegyétek be. M mert mert komolyan baj lehet belőle. Tehát inkább vigyétek vissza a gyógyszertárba és adjátok le. Ők nem fogják eladni, hanem halkan morognak az orruk alatt, mert meg kell semisíteniük, és ez nekik pénzbe kerül. Nektek nem. De de tényleg az legyen, hogy nézzétek át a gyógyszeres szekrényt, és a, a sok tíz éve lejárt antibiotikumot, meg fájdalomcsillapítót, azt tényleg vigyétek vissza a gyógyszertárba. Nem, nem úgy, értak, mint én. Hogy én. Csász, Hát. Ráadásul kiderült, hogy azok a gyógyszerek, amelyeket visznek 91 félét, azokból 54 36 hónapnál vagy annál rövidebb ideig tarthatóak el. És mennyi 90 de hónap az utazás, vagy mennyi? Igen, az még ugye pontosan nem tudjuk attól függ, hogy mikor tudják kilőni, milyen távolságban van éppen a mars, de a, a gyógyszereknek legalább 60, de inkább 98%-a a. a utazás során lejár. Gyorsan be kell venni, még mielőtt lejárna. Aha, vagy egészséges embereket küldjenek, akiknek nem kellenek gyógyszerek. Ezért szokták a legegészségesebbeket kiválasztani, hogy ne legyen velük annyi probléma. Hát, vagy küldjenek olyanok, olyanokat, mint én, hogy ilyen neki már úgyis mindegy. Igen, és ugye ez nem olyan, mint az ISS, ahonnan viszonylag gyorsan akár haza is tudnak hozni egy beteg uh, astronautát, azt hiszem ez meg is történt korábban. Hmm. Vagy föl tudnak neki küldeni gyógyszert, ami szintén megtörtént korábban. Hiszen a Mars misszió után küldeni egy gyorsabb rakétát, amely utaléri és bedokkol, az jelenleg szerintem meghaladja a képességeket. De mire hova érünk, már tudni fogja, azt is. Attól függ, hogy mennyire vagyunk közel a szingularitáshoz, a, 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 amikor hirtelen olyan gyorsan kezd változni a... A tudomány is úgy tud fejlődni, hogy egyik napról a másikra, mit tudom én, lehet, hogy elindítjuk őket, és akkor mire a 90 hónap elérkezik, addigra feltaláljuk a, a fényfeletti utazást, vagy valami, vagy a, a kettes űrsebességet, vagy a, a hármast, vagy mindegy. Szabad kell a Ennyi. Ennyi, ennyi. Csak vigyázzunk ne, hogy sodródjanak. És akkor képzeld, de majd az, a, a, a két űrhajú így beáll egymás mellé, és ott drift driftel majd a, a hmm. marsra érkezve. Erről jut eszembe, tudod, hogy a, a Tokyo driftet, hogy hívták, amit szinkronizálták? A sodródásnak. Mert hogy ugye a drift a sodródást is jelent, és a, a, a Fast and Furious című dokumentumfilm sorozat egyik állomása az Tokióban volt, és a Tokyo Driftről szólt egy csomó. Sodródás Tokióban, ez ilyen I... művészfilmnek hangzik. Aha, hát ezért próbálj meg sodródni. Na, szóval hát ez az, az is, ez. Az az hát... hmm. film. Igen, dokumentum értékkel. És Páron Süzele, első Igen, pontosan. Na, de hát uh, Tokióban szerintem Toyotákkal lehet a legjobban sodródni. Menjünk át arra a hírre, Drifteljünk át! Drifteljünk át! A Stanford Egyetemmel, a Toyota közösen fejleszti a vezető segédjét, amit hát hogy lehetne legjobban fejleszteni? Megtanították driftel. szinkron driftelni szinkron az driftel. autókat. Tök jó! Korábban már volt olyan, hogy megtanítsanak egy-egy AI-t arra, hogy kanyarba driftelve menjen be és, és jöjjön ki belőle egyben de ez nem ugyanaz, mint amikor egyszerre két autót kell irányítani, és egymással összhangban kell a driftet végigcsinálni. Az egy kicsit egyszerűbben volt programozható, most viszont már elérték azt, hogy, hogy a vezetőkocsi mellett ment egy másik szupra, és nem ütköztek össze, nem, nem, mentek egymásnak, tökéletesen vette mind a kettő a kanyart, ugye egy kicsit eltérő éveken és korrigáltak mindent ahogy arra szükség volt. Méghozzá, ha jól emlékszem, 50-szer, tehát egy 50 herces korrekciót tudtak csinálni, amiben egyszerre a kormányzást, a gázt, a féket a környezeti szenzoroknak megfelelően állították. Nagyon látványos. Ettől már csak egy látványosabb dolgot tudok elképzelni, mondjuk, amikor véletlenül ne motor motorbiciklik tudnak menni körbe önvezetve valahol. Ugyanis a BMW-nek van ilyen kísérlete, hogy van egy ilyen GSX... GS... A GSX az nincs. 1002 GS? Mert a Suzuki X az nincs benne. Ez, azt hiszem, 1002 GS-es, R1002 GS-sel mennek körbe ilyen pályákon. Nagyon menő. Képzeld el, ezek nagyon jó sok és hát ugye a BMW is megtanult belőle egy csomó mindent, hogy hogy kell fékezni, hogy kell, hogy kell megtartani az embert, hogy legyen ABS, hogy jobban működjön, hogy stabilizálja magát, meg ilyenek. Hát ebből is gondolom megtanul egy csomó mindent, mondjuk a csúszós úton közlekedést, jégen közlekedést. Pontosan, pontosan arra szolgál ez az egész, hogy a gázfék stabilabb kezelését meg tudják tanítani ezeknek a vezetési segédeknek, illetve nem vezetési segédeknek, hanem majd autonóm vezetőknek. Nem, ez nem azt jelenti, hogy majd a jövőben driftelni fognak az autonóm autók a városban. Nem jelenteném ki ilyen izébe, hogy Na, most jelenti, hogy driftelni fognak. Nem a fenét, a, ami lehet az. Most képzeld el, lesz, lenne egy ilyen mód. De, de pont azért nem, mert az nem hatékony. De, hanem pont driftelés előtti állapotban, határon fogják még a mielőtt megcsikordul a kerék hmm. vinni a, az utasokat. A, az egyetlen baj, amit ezzel el tudok képzelni, hogy milyen G-erők ébrednek olyankor a kocsiban. Nem baj, az utasnak nem kell eszméleténél lennie, amikor a, vezet a kocsi, Sőt, nagyon ilyesek mikor kiszáll. Hát az mondjuk az, azért az megnöveli az ügyfél Ezt a halpárlóknál már megbeszéltük, hogy barát húst is készít Ennyi. Az ügyfélélményt azért az, az erősen növeli, hogy helyen vesz el ki az ember belőle. Több esély a visszatérő ügyfélre, az biztos, hogy Így van. még tud járni. Csak ne felejtsd el a taxiból azt a hány uzacskót, tudod, amikor megállnak. Igen, mindig csak kiszállás után kell. Uh -huh. Egyébként ki az a hülye, aki személyesen fog bárhova elmenni a jövőben? Hát ne? küldesz magadnak egy AI klont, nem? Hát ennyi. Vagy -e, megnézem, hogy hogy is néznék ki AI klónnal. Tehát... Ez a kettő együtt jár. Legalábbis Mark Zuckerberg szerint, aki azt javasolta, vagy vetette fel, hogy a jövőben ezek a szerencsétlen content kreátorok, akiknek éjt-nappalát évve kell gürizniük azon, hogy a kontentek elkészüljenek, több mint 20 órát. Adminek nem tudom, mi ez a Hogy ezzel ki tudják szolgálni az igényeket, még azzal is kell foglalkozni utána, hogy a, a közönség visszajelzéseit olvassák és arra reagáljanak. És hát ezen nagyon jól lehet segíteni azzal, hogyha csinálnak magukról egy AI personát, ezt a, ezt a személyiséget uh, uszítják rá a kommentjeikre, és az ő nevükben majd megválaszol mindent. Ez rímel arra egyébként, mint amit a Zoom alapítója mondott a közelmúltban, hogy ugyanez lesz a munka frontján is, ahol majd a meetingekre a saját AI avatárodat küldöd el. Ennyi, ez a terv. Már nem csak, hogy dolgozni, hanem ö, nyaralni is elküldjük magunk helyett az AI-t. Így van. És majd elkészíti, és megvágja, és föltölti a videókat, amik a nyaralásunkon készültek. Na, látod? Mi, mi ezzel a probléma? Még mindig nem értem. Gasztronómiai élményeket is tud majd húzni, vagy megcsinálni a klómat. Persze. Elmegy helyettem bungee jumpingozni, azt nem nekem kell. milyen vicces már az, amikor nem nekem kell összetoljnom a nadrágomat, hanem összetolja ő maga helyettem. Meg, megeszi a kedvenc stékemet, a kedvenc éttermembe, azt még ott csak kell lennem. Teljesen jó. Ezen, ezen azért még egy dologgal lehet csavarni, hogyha már Zuckerberg és, és Meta, hát ugyan ők hozták ki, az a képzelj el engem, mint valami. Na, uh, látod? képességét a meta AI-nak. És akkor elképzel engem, mint uh, utca seprőt? Így van, így van. Tehát a korábbi képeidből, annak a betanulásával különböző helyzetekben készíthet rólad képeket. Na látod, mondom, már el kell mennem oda. Képzelj el a kínai nagy fal előtt. És akkor ott vagy a kínai nagy fal előtt, letartóztatva mondjuk. Ja nem, mert azt, azt cenzúráznak. A TNM mentéren. Képzeld el a személyiségemet, hogyha. Hát fogod, és ha ed eddig még nem jutottak ugyan el, de ez szerintem a következő lépés kéne, hogy legyen, hogy megvan a, a content creator személyiséged, és Képzelj el, mintha nem lennék egy segfej, és akkor úgy a... Na-na, na-na, nem, azért ilyen, ilyen, bonyolultságú dolgokat ne, várjunk el az ai -tól. Képzeld el, ha még fejebb lennék, az igen, az megy. Képzeld el, hogy tudok beszélni és kommunikálni a követőimmel. Az mondjuk nekem jó jönne. A beszélni, igen. Az, igen. az nem ártana a podcastoláshoz, de egyszerre eljutunk odáig, vagy Á, nem becsukjuk ezt a boltot. Ennyi, ide, ennyi ideje nem sikerült. Nekem. Vagy Képzelj el, hogy milliárdos vagyok, és mutasd a bankszámlámat. Ha? Tudod, az, amikor az ágyon fekszik az egészével, körbe rakva vagy csomó pénz, meg mit tudom én, milyen jó is az intelligencia sugárzó. Képzelj el Aha. engem az ötös bmw be vagy az x bmw be Vagy hogyha ha imidzset akar változtatni, képzelj el egy könyvtárban. Na hát azért megint csak egy ilyen túlzásokban essünk. K képzelj el az érettségi öltönyömben. Hát az öltöny még hagyján. Hát ugye feltételez, akkor volt valami érettségig terjedő oktatás, na? Uh -huh. Ezek az ötletek merültek föl bennem, de úgy nézem, hogy nem csak bennem és a metában indult meg az AI-os vezérhangja, hanem a Google-ben is. Hiszen a Pixel 9-esben a fényképező apparátus kiegészítéseként megjelent az a lehetőség, hogy egy-egy csoportképre, amire nem fértél fel, hozzáadjon. Tehát, hogyha nem megyek el egy buliba, akkor, akkor oda rá hozzáadhatom magam. Az a baj, hogy ez a híd megtörtént. Tehát az első csoportképünkön én is ott vagyok, ahol nem voltam ott. Hát, vagy ami még valóságosabb, hogy készítesz egy csoportképet a haverokkal mondjuk egy gyönyörű kilátás előtt, viszont mivel te készíted a képet, nem lehetsz rajta. Mm -hmm. És akkor megkéred, hogy hát rakjál már rá. Vagy ugyanez mondjuk szüleid esküvői képére rákerülhetsz az érettségi zöldtömbön. Aha, na, tök jó. Vagy ennek a fordítotja egyébként az lehet, hogy már hamarabb meg is volt, az a, a szovjet megoldás Képzeld el, hogy ezen a képen nincs rajta. Lenin elvtárs. Lenin elvtás, vagy az áruló. Hmm. <laughs> Szedd le a képről az árulót, és akkor így üres képet ad vissza. <laughs> Nem, ott van, ott van Titó bácsi, egyedül. Nem titokban? Tiktokon. Tiktokon, oké. Okay. Ezek a képességek azért eléggé kezdik kimeríteni azt, hogy, hogy tényleg mit tekinthetünk fényképnek, hogyha ezeket már rögtön keletkezés helyén ott a, a telefonnál képes lesz rárakni. Van egy csomó ilyen, amikor AI oda rakja a pókot, hogy mászik az arcodon, és akkor tudod, így megmutatod a haveroknak, és akkor ott mászik az arcodon a pók, és akkor ütögetik egymás fejét, vagy maga ma sajátjukat. Hát, ilyen lesz ez. Egyre inkább. teams láttam olyat, hogy már be lehet rakni a céges, rendes irodai használatra szánt teams hogy a fejedre tudsz rakni egy kiskutyát, vagy macskát, meg ugyanezeket a milyen szívecskés szemüvegeket. Meg. Snapchat filtereket? Hát a Snapchat filtereket effektív, de, de beépítve a, az hmm. irodai teamsben. Ez egy kicsit szerintem túlzás. Nekünk szokott lenni olyan a standupunk, hogy van, van, amikor úgy csinálják, hogy hát ilyen sprint review, meg sprint planning meetingeknél, ugye felveszik a meetinget. És akkor ez mindenki becsatlakozik, de úgy, hogy egy szobában vagyunk, mindenki becsatlakozik a hívásból, fülhallgatóval, meg mindennel, és akkor ott ülünk, mint a nyolcan körbe egy asztal körül, és az egyiknek e, irodai, sarokiroda van beállítva egy háttérképnek, a másiknak a, az otthoni akármi, a harmadik egy erdőben ücsörög, és akkor... Ilyenek, és közben meg ott, ugye látom, hogy ott ül a fején a fülhallgatóval a szomszéd asztalnál. Mondjuk ennek láttam a fordított verzióját, amikor uh, sétálgat a tengerparton, és mögé van rakva egy kartondoboz, amire föl van festve az iroda. Uh -huh. És hát ilyen donátkacsásban tudod, hogy föntöltöny uh -huh. fön lent úszogatja. Uh -huh. Hát igen, ha 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 van rajta úszogatja. Igen, donátkacsán mondjuk <laughs> Nem csak volt. egy kis tollacska volt jellemző, de ne nézzünk a tollak mögé. Igen. Annyira nem érdekel ez minket. Ugyanakkor tényleg az AI az annyira előtör, hogy, hogy most már gyakorlatilag egy csomó szakmában teljes körű munkatársakká válnak a, a botok. Gondolta legalábbis a Letis, ami egy HR szoftvert forgalmazó cég, és azt találták ki, hogy legyen lehetőség arra, hogy a különböző AI alkalmazottak. Össze legyenek salátázódva egy, egy helyre. Belekerüljenek a szervezeti diagramba, mint személyek. És mint személyek legyenek neki betanulási, képzési ciklusaik. Gondolom, akkor majd le kell tenniük a különböző security traininget. Legyenek nekik céljaik definiálva, legyenek teljesítményértékelési mérőszámaik, legyen központilag kezelve a jogosultságuk, és természetesen legyen neki egy menedzserű. Uh -huh. És ezt egyébként már picit régebbi hír, tehát ezt július 9-én tették közzé ezt a tervet, és egészen, egészen sokáig tartotta magát az ötlet, 12 éig tehát négy nappal később rájöttek, hogy jó, ez, ez mégsem annyira jó ötlet. Nem tudom, hogy mi lehet ez. Szerintem a le, meg volt az első teljesítményértékelése. Aha. E, valakinek el kellett kezdenie oktatnia. Uh -huh. Hát vagy egyszerűen csak kivették az össze eddig felgyűlt szabadságukat <laughs> Ézed, amikor szép kártyát igényelsz a botnak. Hát igen, vagy, így... vagy leül vele a menedzser egy ilyen személyes beszélgetésre. Hát vagy vagy kikéri az iratokat a az, izére a Cycle to Work sémába. Tehát, hogy a bicikliz a munkába, ezért támogatást elkezdi felvenni az AI. Mire költhet az a szép kártyánál egy AI? Hát csak okos megoldásokra. Mm. Tök jó lenne, fel, fel, le tudja kapcsolni a villanyt. Mert eddig nem tudta. De az a saját szép kártyájáról fizeti a, a beosztottjainak a csapatépítőjét. Mm. Mert hát, hogyha ha benne van a szervezeti hierarchiában, és menedzserhez rendelhető, akkor feltételezem, hogy neki is lehetnek akkor alkalmazottai. Uhum. Tehát ő is menedzserré válhat. Természetesen Igen. csak akkor, hogyha lerakja a megfelelő vizsgákat a cégen belül. Beiratkozik az elektronikus könyvtárba, és kiveszi az összes tanulnivalót. De tök jó, hát akkor nem az van, hogy, le, hogy az, a tanuló adatbázist azt ugye letorrentezi, vagy, vagy csak úgy készít, illegális a ne? nem, megvásárolja a tanuló adatbázisát. Szép kártyával. Jogos, jogos. És megvan, megvan, hogy melyik személy használta fel a saját AI-tréningéhez. Aha. És akkor megvesz egy csomó hangos könyvet, meg sima könyvet, meg érzést, és akkor betrénel. meg Nincs mm -hmm. itt ez, hogy, ó, mert, mert ellopta az én személyi tulajdonomat, mint a Getty Images-től. Előfizet rá egy hónapra, a fullba használhat, le, le, letölti mindet, és attól kezdve megvan. Hát figyelj, én megtanultam, itt van, itt számlám van róla. Egy, egy hónapos előfizu alatt mindet megnéztem, és. Igen és tanultam belőle. Ennyi. Ki bemegy, beiratkozok a könyvtárba, elolvasok annyi könyvet, amennyit akarok, és ha tanultam belőle, akkor azt elveszik tőlem? Nem akkor most tök vennék el az ai -tól. És taníthatom azokat a dolgokat, amiket megtanultam? Igen. Tehát, ennyi. akkor én taníthatom ezzel az AI bottal az összes többi AI botomat. Ennyi. Na, itt van. Ez Közeledik ez a szingularitás. Ezek meg itt uh, levették róla ezeket a botokat e, e, megszűnt. Lehet, hogy azért, mert már előfizettek, mindenre is megtanultak. néhány pont aha, elég volt lehet. rá. Elképzelhető. Bár az alkalmazottaik is, meg az előfizetőik is azt nyilatkozták, hogy ez még talán egy kicsit korai uh -huh. volt, és ideje lenne, hogyha elgondolkoznának azon, hogy biztos, hogy ezt az utat akarják-e követni. Persze, persze. Aztán majd, aztán majd a többiek magyarázkodhatnak a, a Conqueror AI jainknak hogy mi, miért nem hagyták ezeket a szegényeket. Én a, igenis jogokat a, az éjájoknak is, mielőtt elpusztítanak minket. Jogokat az éjájoknak és a Süniknek is. És a süniknek is. Süniknek kétszer. Szerintem ez egy jogos követelés volt, ugyanúgy, mint ahogy az ápolóinknak is az, hogy most már tegyük le a telefont, mert vár minket a hűtőfürdő. Te neked megcsomagolnod kell, nem? Igen, igen. Meg a menni kell a sok terápiára is. Ú, csak sok ne legyen belőle. Hát elég sok lesz. Na, majd az a lényeg, hogy, az a lényeg, hogy akkor én meg Franciaországban megnézem, hogy finomabb be a, a Lidlös croissant, mint az Írországban a Lidlös croissant, majd meglássuk. Aztán jövő héten már Magyarországról készítünk felvételt. Jövő után? Hát már, mint ugye a következő. Következő adásunk az már itthon készül. Igazi, hazai hülyeség lesz benne csomagolva. Köszönjük a hallgatóknak a türelmét, reméljük, legközelebb is csatlakoztok hozzánk, addig értékeljetek minket 5 csillagra, sereljetek, lájkoljatok, like esetleg jelezzétek figyelmeteket egy Patreon formájában. Sziasztok! Sziasztok! Kedves hallgatóink, ha közvetlenül az adásunkat szeretnétek támogatni, arra a patreon.com per zárt osztály címen van lehetőségetek. Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, aki... Na, az... 23-án egy... Egyik pillanatra a másikra elkezdtek leállni. Nem 19-én? A... Bocsánat, rossz, rossz, it... nem, nem, tekertem eléggé vissza. Én waiting for Healthcare to Banking, Air Travel and others, were well hit the global IT outrage on Friday, July 19. -t. Ja, igen, az volt 20. a 19. -e. 19. Hát, és, és attól függetlenül, hogy hogy mekkora impactja van egy ilyen cégnek, ekkora, uh, ilyen nagy, tehát egy ilyen, ilyen folyam, folyamatosan és minden nagyon sok tehát ezt kezdem előről. Tehát ez, ez, ez... Igen, a központilag menedzselt IT eszközöknél a központi IT-nak a szerepe az, hogy ezt meg... Na, mindegy, ezt hagyjuk, ez, ez unalmas lesz. Na, a leg, legszebb az, amit te... Arizoni, Arizonai... A... Hát ez a low orbitra, low, low L... El, Leó. Sodródjunk akkor arra a hír, hírre. Hír. Ha ti is szeretnétek profi podcasteket készíteni, akkor van egy különleges ajánlatunk a számotokra. Ismeritek már az Encastert? Ez az podcasting platform minden biztosít, amire csak szükségetek lehet a műsoraitok rögzítéséhez és közzétételéhez. Az Encaster segítségével egyszerűen készíthettek minőségi hangfelvételeket, akkor is, ha vendégeitek távol vannak. Most még jobb hír, ha a zárt osztály podcast linkjét használjátok a regisztrációhoz, akkor 30%-os kedvezményt kaptok az első hónap díjából. Az enkasztár segítségével a podcastelés még könnyebb és hatékonyabb lehet, szóval ne hagyjátok ki ezt a nagyszerű lehetőséget, ezzel minket is támogattok.